Romba, amikor is egy nagyon szívmelengető alkalomra hívtuk össze a vendégeket. Mielőtt elmondanám ezt az alkalmat, egy pár szavas kis vallomást szeretnék tenni, nevezetesen arról, hogy több mint 10 éve, sőt, lassan már 2 évtizede 3 gyönyörű fogalmat tanultam, és tudatosodott bennem. Ez a 3 nagyon szép, magyar nyelven meghatározott és képzett szó és fogalom: nemzetépítés, magyarságszolgálat, spirituális haza. Ezt a 3 fogalmat én most már megkockáztatom, hogy szinte kegyelmi ajándékként kezelve a Magyar Örökségdíj Intézményének köszönhetem. És ezt azért tartottam most itt fontosnak elmondani, mert ez a mai alkalom, amikor egyfelől emlékezünk Teleki Pálra méltó módon, legalábbis úgy gondolom, hogy szívünk és agyunk szerint méltó módon, ahogy őt megilleti. Ugyanakkor köszöntjük és ünnepeljük azt a csodálatos és tiszteletre méltó kezdeményezést, amit közel 2 évtizede néhány nagyon lelkes magyar ember, magyar szellemi ember elindított. Ez pedig a Magyar Örökségdíj, a magyar kultúra, a magyar szellem láthatatlan múzeuma. Erről természetesen sokat fogunk még ma itt hallani. Én csak felidézném azokat a nagyon szép díjátadó ünnepségeket, ami után tényleg mindannyian úgy távoztunk, a szózat hangjait elénekelve, hogy jó volt magyarnak lenni, és jó magyarnak lenni. És én nagyon remélem, hogy István, ez neked is szól, mint Spiritus rektornak, nagyon remélem, hogy ezen a mai estén is ezt fogjuk érezni, és így fognak majd innen távozni. Isten áldja meg a Magyar Örökség díjat, annak létrehozóit, Isten áldja meg a magyart. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Emlékeste gyűltünk össze, úgy illik, hogy egy emlékeste himnusszal kezdjük nemzeti imánkat. Kérem! Igen, nemzeti imánkat a himnuszt énekeljünk el. Isten áld meg a magyar, jó kedvel, bőséggel, nyújts eléje védőkart a küzd ellenség. Akinek a tiszteletére összegyűltünk, most hallgassuk meg az ő élő hangját, rádió beszédjében egy részletet. Állami Szerelmök rádió beszéde 1939. február 25-én. Öreg testvéreim,
rádió beszélek. És mégis szeretném úgy elképzelni ezt, mint ha mindjárt a Rákos mezején volnánk, mint régen, országot építve, erősítve az egész nemzet. Azok, akiknek szava van az ország ügyeinek intézésében közvetlenül, és azok, akik velük együtt az ország testét alkotják, családjuk és mindnyájan, a nemzet minden fia. Különára sokan azok közül, akik most hallgatnak engem, olvasták beszédeimet, amelyekkel a törvényhozás két házában bemutatkoztam, melyekben elmondottam politikai programomat, elmondottam azt, hogy amikor, mint a keresztény nemzeti eszme öreg szolgálja, erre a helyre állok, ugyanazt a programot, ugyanazt az irányt kívánom szolgálni és továbbépíteni, amelyet akkor kezdtünk, 20 éve, és amelyet közvetlen előttem, illetve elődeim is szolgálok. Mégis, ha mindent sokan olvasták is, és tudják is, hogy a tárgyalás alatt lévő törvényjavaslatokat fenntartom, és ugyanúgy kívánom megvalósítani, és tudják azt is, hogy mik a távolabbi célkitűzéseim, elsősorban a nagy nemzetnek a nagy feladatokra való megerősítése, nevelése, mégis szükséges, hinnőnek tartom, hogy a nemzet minden fiához és lányához szóljak egy néhány barátságos és egyben komoly szó, ezekben a nemzetre vagy nehéz időkben, és magamra nézve egy felelősségteljes pillanatokban. Bizonyára sok személyes ismerősöd is szólok, városokban, falvakban, tanyákon, régi tegyver és pajtársakhoz az élet mindenféle küzdelmeiben, és különösen a keresztény nemzeti Magyarországért vívott harcokban, öreg és fiatal munkatársakhoz, az ezért a Magyarországért végzett munkában. Még többekkel szólok, akiket nem küldünk el a személyes ismeretség, de hiszem, ugyanaz az érzés salváért. Barátilag akarok hozzájuk szólni, amint a szívemből fakad, s meg akarom nekik mondani azt, hogy úgy érzem, hogy mindaz, amit tábortüzeken magyar fiúkkal együtt énekeltünk, amit egyetemi ifjak, a cserkészetből kinőtt magyar férfiak, magyar Leventék mondottak nekem a magyar ifjúság hazafiúi és egyéni gondjairól, amit ifjak és öregek közös vagy külön tanácskozásain együtt gondoltunk ki és vitattunk meg, amit azokban a sokféle foglalkozásokban, amelyeket a jogásztól és a magyaróvári gazdásztól kezdve a szolgabíron, az egyetemi tanár segéden, a képviselőn, a főiskolai és egyetemi tanáron keresztül, a különböző miniszterségekig, azután, mint a legkülönbözőbb társadalmi tudományos egyesületek és társaskörök tagja, és mint a magyar közigazgatás sokféle ágazatának tagja, vezetői és ezen ágazatok tisztviselői karának munkatársa láttam, tanultam és megszíveltem, ami földrajzi helyzetünkből, történelmünkből, nyelvünk kincseiből tanultam, szóval mind azt, amit mint magyar lelkektől kaptam, azt kell, hogy ma mind lelkemben összefogjam és megvalósítani törekedjem. Nem felejtettem el ezekből semmit. És a magas felelős állásoktól távol, közelebb az emberekhez, többet tanultam az elmúlt 20 év alatt, mint itt, azon már kevesebb időben a tanulásra, mert itt már cselekedni kell. Nem felejtettem el semmit, megtanultam rövid szóba érteni, szemekből is olvasni. Minden magyar ember egyforma közel áll szívemhez, és szeretettel és megértéssel vagyok eltelve hatáltak magyar érzésére egy idegen ajtó állampolgárával szemben is, nemzetiségi járás szondabírája voltam. Megértem mindenkinek baját, nincs Magyarország lakosságának az a rétege, kor, vallás, nemzetiség, foglalkozás szerinti csoportja, amelyben személyes barátaim ne lennének, de voltam. Szeretném mindenkinek kívánságát teljesíteni, mindenkit jólétben, megelégedettségben látni, és nem rajtam fog múlni, ha ez lassabban megy. Hiszem, hogy baráti szavam viszonyra fog találni, és bizalom is lesz a válasz. És ezért nem csak barátságos, de amit mindenkor szokás volt századokon át és innen magyar embertől magyar emberhez, komoly szavam is van a nemzethez.
A világ mai nehéz és mozgalmas időiben nehéz mindent áttekinteni. Az életnek minden kérdése összeszövődik egész életünkkel, annak minden részével, és mindenkinek élete, mindenki életével. Azért ültetnek valakit ide az egész magyar élet első munkásáról, úgy érzem, hogy összefogjon mindent, amit az országon belül s a határokon túl látni lehet és meglátni kell. Elég sok foglalkozás tűzte életemben, elég sokféle munkahelyen állottam, hogy tudjam, hogy ugyanaz az ember is, ha nem itten áll, mennyivel kevesebbet lát meg abból, amit egy ország vezetésénél látni kell. A magyar nép politikus nép. Őseink onnan hozták keletről ezt a készséget, ahol a politikai készség és tehetség először fejlődött ki a pusztáknak jószágot tartó szabad lovas népeinél. Őrizzük ezt a készséget, de gyakoroljuk is magyar módra. Sokat gondolkozva, kevesebb beszélve. Túl sokat politizál és beszél ma mindenki, és túl kevesebb gondolkodik. Nem magyar dolog ez. Azért mondtam hallgatóinak, felejtsék el, hogy rádiónál ülnek, és gondolják, hogy a Rákos síkján vagyunk. Komoly szó kell komoly időben. A nemzetnek ünnepelje, amely a világháborúból és trianonból feltámasztotta a magyar lelket, sokat akar, sokat vállalt. Keresztényi akarjuk tenni nem csak nevében, de gondolkodásában is ezt az országot. Elősé akarjuk tenni Szent István koronájának a földjét és földjének népét. Jól kifenve akarjuk Tokiában tartani a magyar kardot. Össze akarjuk újra forrasztani az egymástól eltávolodott magyar lelkeket, s az a mindent ilyenek meg szeretnénk alapozni egyéni és családi boldogságát. 20 éve meg, amikor kezdtük, hogy megmondtam azt, hogy egyszerre akarni mindent, keresztényi tisztulást, nemzeti megerősödést, országgyarapodást, erős hadsereget, mindenkinek jólétét, sok a mai nehéz időkben egy kicsi országnak, amelyet a világháborúban ellenfeleinek túlereje, de még sokkal inkább a forradalomra hajtóknak védke, és saját gyámoltalansága a forradalmi romboló erőkkel szemben, gazdaságilag tönkretett és lelkileg megtépázott. Az ősi magyar erő és kényi akarás odáig emelt már minket, hogy az ország általános gazdasági helyzete, a nemzetközi életben való erők és a külföld megbecsülése tekintetében gyarapodtunk. De a feladatok, amelyeket ez a nemzetiség, ez a nemzeték magára vállal, még mindenütt vannak. Köszönöm szépen, ennyit hallgattunk a 18 percből 8 percet. Úgyhogy 18 perces a beszéd, és ez a bemutatkozó rész. Utána következik a program, amit ismertek, amiben a nemzetnevelés a legfontosabb passzus, természetesen a honvédelem is abban a tűnőben. Kérem szépen, 72 évvel ezelőtt néhány száz méterre minden holtan találták ezt a nagyszerű, a 20. század magyar öntudatát, magyar gondolkodását meghatározó államférfit. Mindössze két évet regnált, két évet miniszterelnökösködött, de ez alatt a két év alatt fantasztikus dolgokat vitt végbe. Nem kívánom én most ezt részletezni, hiszen a könyv részben erről is szól, hanem ami a könyvben nem szerepelhetett. Azért is idéztük őt, mert az ő hangját és ezt a kemény, szikár, tudatos, bölcs gondolkodást nagyon nehéz visszaadni bármilyen, ami itt a rádió beszédéből is tükröződött. Most nagyon nagy szerencsénkre itt van a Noka köztünk. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Telepi Gézolgatot, a Telepi Gézolgat, aki vállalta azt, hogy emlékezik nagyapjára, velünk együtt emlékezik a Teleki párra, tudós államférfire és a családfőre. Szeretettel köszönöm.
találkoztam azon máma, hogy mit mondjak itt. De azt határoztam, hogy nem fogom előre elhatározni, hogy mit mondok. Ezzel kezdem azt, hogy nagyon meg akarom köszönni a Rieger Tibornak a szobrot, amit ő csinált, Magyarpámról. Amikor megérkeztünk Magyarországra, pár hónappal ezelőtt elmentem megnézni azt a szobrot. Mindent, amit hallottam a szüleimtől és más magyaroktól Amerikában, benne volt abban a szoborban. Az a nehézség, az, hogy az országnak a múltját és jövőjét hordta a vállain, és hogy mennyire fájt, ami történt itten a Tiananmennel és utána, hogy mennyire igyekezett visszaépíteni az országot, az mind benne volt ebbe a szoborba. Ezt nem tudom másképp jobban megköszönni. Én most visszajöttem Magyarországra 64 év után, el kellett menekülni 49-be a szüleimmel, Felki Gézával, Mikes Hannával. Amerikában éltem az egész életemet, bejártam a világot, Ázsiába, Afrikába. Sokat láttam, de majd hamaradtam. Ezért most itt fogok lakni, ameddig meghalok. Nem tudom megmagyarázni másképp, mint azt mondani, hogy én nagyon sok jót hallottam a nagyapámról, fiatalkoromban. Amerikába, nem csak szüleimtől, hanem más magyar menekültektől is. És azt éreztem, hogy valami kötelességem van most hazajönni, pont ebbe az időbe, amikor megint próbálják külföldről nyomni az országot, és megint próbálják szétszedni a magyar életet itt. Nem fegyverrel, de pénzzel. Ez egy olyan fontos idő az én szempontomból, hogy amit tudok csinálni avval, hogy itt lehet, ezt az nagyapám nevébe akarom csinálni. Ebből nem tudom, hogy mi lesz két év múlva az új szavazással, de nagyon remélem azt, hogy az országot tovább fogja a Fidesz építeni, és nem szétszedni, mint az ellenség próbálat. Én nem vagyok politikus, én tudományban értem az életemet. Afrikába csimpánzokkal jöttem, nem emberekkel. Ez egy kellemes élmény volt, mert nem volt annyi veszekedés, nem volt semmi problémám, nem kellett fegyvert hordjak sehova, nem kellett, mint katona menjek sehova. Együtt éltem a vadonba az állatokkal, és rájöttem arra, hogy nem kell úgy élni az ember életét, hogy folyton valakit hajkurász, és valakire lövöltöz az ember. Ebből visszahoztam azt az érzést, hogy most itt kell legyek, és valahogy a fiataloknak Magyarországon megmagyarázni, hogy van egy másfajta élet lehetőség a jövőben. Én sajnos nem tudok olyan szépen beszélni magyarul, most már, mint a nagyapám beszélt ebbe a beszédbe, mert nagyon keveset tudom magyarul beszélni, de az anyám miatt ennyit megtartottam a nyelvet, de a fontosabb dolog az, hogy megtartottam a szívembe
a kötelességet, hogy itt legyek. Szeretném mondani, hogy a nagyapámnak lehet, hogy különböző oldalai voltak, erről nem fogok sokat mondani. Én a jó oldalt hallottam otthon, és más magyaroktól külföldön, nem azt, amit itten szoktak mondani és írni. És mikor megjelent az alkalom ezt a szobrot ide rakni Budapestre, meg voltam döbbenve, hogy milyen fajta dolgokat írtak az emberek az újságokban és a televízióban, mit mondtak. Ez nekem egy érthetetlen dolog volt, mert az én családomban nincs antiszemitista, nem is volt, nem is lesz, és fogalmam sincs, hogy ebből honnan szedték ezt az egész dolgot. Mert a nagyapám próbált itt valamit építeni, nem szétszedni. És ez egy nagyon rossz érzés a családban, nem csak nekem, hanem másnak is, hogy ezt kihordják, és erről írnak és beszélnek az emberek, mintha tény lenne. Ez nem volt tény. Ő próbált valami hasznosat csinálni a magyaroknak. Sajnos egy olyan időben jött, ahol ezt nagyon nehezen lehetett csinálni. Ezért lett öngyilkos. Ez a második dolog, amit szeretnék mondani, hogy nincs semmi vita arról, se a családba, se az ismerősök között, hogy ki ölte meg a nagyapámat. Ő önmaga, ő ölte meg magát. Azért, mert már nem bírta a nyomásokat, és tudta aznap éjjel, hogy a németek átlépték a határt, és ebben az ő sok munkájának vége volt. Nem volt más választék. Pontosan tudjuk, hogy őt nem a németek ölték meg, mert a két német tiszt, aki eljött a Sándor palotába látogatni aznap este, miután mindenki már elment haza, az bejött a Sándor palotába, nagyapám engedte őket be, mert mondta az inasnak, hogy már menjen ágyba. A tisztek felmentek a dolgozószobájába, ott voltak egy fél órát, a világon senki sem tudja, hogy mit mondtak. De annyit tudunk, hogy a két tiszt elment, és az inas még fölment a szobába, és megkérdezte nagyapámtól, hogy minden rendben van-e, és hogy mehet ágyba. Úgyhogy az nagyapám élt, miután a két tiszt elment. Ez nem kérdés. Úgyhogy nagyon szívesen venném azt, hogyha a sajtóba és az irodalomba ne beszéljenek az emberek többet arról, hogy a németek ölték meg. Mert ez nem így volt. És én azt hiszem, hogy a nagyapámtól elveszik azt az áldozatot, amit adott az utolsó percekben az országnak, hogy önmagát megölte. Ezt én nagyon jól tudom, hogy milyen komoly, mert az apám is öngyilkos volt Amerikában, nem azért, mert politikai helyzetben volt, hanem azért, mert a felesége borzasztó beteg volt, és ő is már rákkal beteg volt, és nem volt ebből kilépés. Ezt ő megmondta nekem, meg is kértette, hogy én pártolom azt, hogy ezt megcsinálja, mikor én Afrikában vagyok. Mondtam neki, hogy igen, nem tudom azt mondani, hogy ez nem pártolom. Mert pontosan tudom, hogy milyen fajta szenvedésem ment át az utolsó pár évben. Azt is tudom, hogy a nagyapám milyen szenvedésem ment át az utolsó évben, amikor élt. Az utolsó mondatom az, hogy mikor a nagyapám elfogadta Hortitól a második miniszterelnökséget, hazajött, és megmondta a családnak, hogy ez a pozíció meg fog ölni engem. Ez pontosan így történt. Úgyhogy most remélem, hogy a hagyománya
és amit próbált elérni, és amit én érzek most, azt valahogy vissza tudjuk hozni Magyarországra. Remélem, hogy az ilyen időben az igazi magyarok, és ezt aláhúzom, az igazit, azok összeállnak, és ellentállják ezt a nyomást, ami most jön külföldről. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm ezt az őszinte szót és a közös emlékezés jegyében elmondottakat, és most szeretném bemutatni a szereplőket. Először is már megszólítatott Rigger Tibor, a Teleki szobarakosója. Hámori József professzor, a Magyar Örökségdíj Bizottság elnöke, aki nem csak ebben a minőségében van itt, hanem ő volt az, aki akkor, amikor Kosári Domokosnak, Teleki hű emberének derékfájása volt, mert a nagy támadások közepette úgy gondolta, hogy neki most derékfájás miatt nem tud eljönni és felavatni lent Balatonbogláron a szobrot, akkor Hámori professzor úr volt az kérésemre, Magyar Örökség díjat kapott Teleki Pál, és mint a Magyar Örökség Díj Bizottság elnöke, és mint akadémikus, a hivatalos meg szoboravatót ő tartotta. Volt egyéb szoboravató is, mert Csicseri Rónai István, aki az egész bizottságunknak a lelke és fő mozgatója volt, ő is tartott beszédet, tartott a polgármester is, Gyulai Endre családi püspök, de egyetlen hivatalos avató beszéd volt Hámori József professzoré, amiért ezúton is köszönetet mondok, és Teleki iránti megbecsülését is tükrözi. A bemutatóban kérem, mondhatom azt, hogy a feleségem és a fiam is itt van. Tessék! A feleségem. Tessék! Aki írt amerikai, és a fiam, aki Amerikában született, a Teleki névvel visszajött, megtanult magyarul, és most itt fog élni, úgyhogy itt van a következő generáció. Köszönjük szépen! Horváth János, Teleki Bizottság, Teleki Emlékbizottságnak az oszlopos tagja, országgyűlési képviselő. Olvashatják majd a könyvbe az ő beszédét, a fehér könyvbe is fölidéztük, mert ő volt az, aki a Magyar Parlamentben a Teleki szoboravató után elmondta azt a nevezetes és nagyon nagy megrázó beszédet, hogy hogy viszonyulhat a Magyar Parlament úgy ehhez a kiváló államférfihoz, hogy nem, és a magyar állam, hogy nem méltányult az ő, és Budapestről kitiltotta, és ez szégyen. Szégyen. Nem, olvassák el, mert nagyon rövid, és nagyon szép. És szeretettel üdvözlöm a Teleki Pál érdeméremmel kitüntetett jelenlévő tagokat, ugyanis mi elhatároztuk, hogy amikor Demszkijék innen kitiltották a budai várból Teleki Pál szobrát, akkor a Bethlen Gábor Alapítvány hozott egy olyan döntést, hogy ha nincs szobor, akkor is emlékezni fogunk Teleki Pálra, és növeljük azoknak a táborát, akik Teleki Pál emlékét intenzívebben őrizik, mint a köznép, és ők azok, akik a nemzetszolgálatban élen jártak, és őket kitüntettük Teleki Pál érdemére, mert 76-an kapták meg eddig Magyarországon és a széles nagyvilágban, akik a teleki örökség szellemébe tevékenykednek, és nemzetszolgálatot vállalnak. Kérem szépen, igazság szerint még szerettem volna, hogyha szól egy két szót, Tibor is a szobor alkotója,
mert ő a szoborral letette az óvulusát, de ugyanakkor meg is szenvedte ennek az átkát, és megérdemli azt, hogy milyen elképzelésekkel, és a Teleki érdeméremnek is ő az alkotója. És azt hiszem, hogy először egy közös kötelességünknek teszünk eleget, mert nagyon megragadott az, amit dr. Teleki Gézait elmondott, és mi már korábban elhatároztuk, ha olyan lesz a beszéd, és olyan lesz az ön magatartásom, akkor a Teleki Pál érdemérem alapítói, Rigger Tibor, Csicseri Rónai István föntről, meg jó magam, mi hárman adományozunk a Teleki család képviselőjének, Teleki Gézának egy Teleki Pál érdemérme, hogy legyen meg ez is. Szeretettem akkor az érdemérem alkotója az a Tibor, és az okradén meg az én kötelességem volt. Tessék parancsolni! Nehéz szóba tenni, amit gondolok, de hát ez itt van. Már részben megmondtam meg a szoborról, mit gondolok, hogy ez. És az érmet is érdemes megnézni, a hátoldalán merjünk magyarok lenni. Ez az a felszólítás, amit ön mondott az előbb, hogy ne hagyjuk magunkat. Nem olyan szépen, mint nagyapám, de próbáltam valahogy mondani, igen. Nagyon köszönöm. Igen. Én sajnos nem csináltam sokat ezt értemelni. Majd meg lehet szolgálni később is. Remélem, hogy még van elég élet bennem, hogy valamit csináljak ezért. Isten értesen. Nagyon köszönöm az elismerő szavakat. Ez nekem egy kicsit kárpótlás is, mert azért kaptam én időként süveget, meleget itt ott. Most én nem vagyok történész, és hát ez bizonyos szempontból, hogyha Teleki Pálról beszélni kell, ez lehet, hogy hátrány, mert ugye a történészektől elvárják, hogy objektívek legyenek, tárgyilagosak, elfogulatlanok, és itt most én kijelentem, hogy ezzel szemben én, mint szobrász, abszolút elfogult vagyok, de már nagyon régóta. És azért az nem mindegy, hogy ki iránt vagyunk elfogultak. És ennek azért megvan az oka. És a nagy elfogulatlanság azért egy veszélyes dolog, mert például most eszembe jutott, hogy 7-8 éve Abronczi Balázsról megjelent egy terjedelmes könyv Teleki Pálról, és ezt sokan nagyon dicsérték, de van abban egy mondat, amit egy kicsit fölháborodtam, amely úgy szól, hogy körülbelül, hogy ha Teleki Pál megérte volna a részkorszakot, hogy akkor mit tett volna, azt nem tudhatjuk. Ezt hát, már elolvastam. Igen, ide vezet ez a fene nagy tárgyalagosság. Szóval, aki az ember lelkét nem figyeli, az nem érdekli, az jut ide. Szóval, aki, én szobrász vagyok, és mint szobrász engem elsősorban az ember érdekelt. És azért rengeteg támpont volt, aminek következtében nagyon a szívemhez nőtt az ő személyisége. Hát sokat mesélni, egyetlen egyet hagyd mondjak el, hogy hallottam, hogy amikor jelentették Teleki Pálnak, hogy több mint 90 zsidó árva gyereket hoztak át a lengyel határon, akkor Teleki Pál megrendült, és nagyon szomorúan annyit mondott, hogy mindent tegyenek meg az érdekünkben. És ugye Vácon helyezték el őket,
és lengyel tiszti árvák felirat volt a otthonuk fölött, és még azt is elkövették, hogy azt a szinkosságot, hogy Angelo Rota, kápolnai nunciust fölkérték, hogy látogassa meg ezt az intézményt, hogy a németek figyelmét eltereljük, hogy ne tudjanak erről lehetőleg. És valóban mind a 90 valahány gyerek ezt túlélte az egész világháborút. Úgyhogy számomra telekipál ilyen. És ezért mondom azt, hogy én nagyon is elfogult vagyok, és el is várom mindenkitől, hogy legyen elfogult telekipál. Köszönöm szépen! Ezt szeretném hozzáadni, hogy az Ablonszky engem is nagyon felháborított, mert ugyanabban a könyvben azt írta, hogy a nagyapám azért teremtette meg a cserkészetet, hogy egy elitista organizációt csináljon, ami csak a magyaroknak fog működni, és mindenki más nem illik bele. Hát ez hogy egy történész hogy tud ilyen dolgokat írni, csak arra tudok gondolni, hogy mikor kérdeztem az apámtól, mint egyetemista, hogy miért nem ír egy könyvet arról, hogy mi történt itt a 40-es években. Azt mondta nekem, nem érdemes írni egy könyvet, mert a történelemben nincs igazság, csak vélemény. És ez az, amit látok az ilyenfajta történészektől Magyarországon. Köszönöm. Hogy Gödöllön megnyílt egy múzeum, Teleki Pálnak egy hatalmas terem van áldozva, és pontosan a cserkészetről van egy nagy fal, és az mindennél többet beszél, mert ott tények vannak fényképekkel, eredeti dokumentumok, úgyhogy semmiféle könyv ezt nem vitathatja. Gödöllön mindenkinek ajánlom, ezt a múzeumot nézze meg, a piac téren van. Itt vannak a múzeumnak a munkatársai és vezetői, Manna és... Álljátok fel a cserkész múzeumot, innen levitték, itt vannak a cserkészek. Nekik köszönhető. Ha már fölálltam, szabad egy mondatot mondani? Parancsoljál! Nem kell, én elég hangosan beszélek. Az előbb hallott Teleki beszédhez szeretném hozzáfűzni, de nagyon jól tudod. 15 évvel ezelőtt a Magyar Rádiótól valaki felhívott, hogy van-e egy üres kazettám. Néztem, hogy mit akar ez az ember, hogy üres kazetta. Azt mondja, hozzad el nekem. És mivel én akkor Zuglóban laktam, és ő is, este elvittem hozzá egy kazettát. És a következőt mondta el, tehát 15 évvel ezelőtt. A Magyar Rádió archívumában rendezték a viaszlemezeket, akkor még viaszlemezek voltak, ugye a háború után. És megtaláltak egy viaszlemet, amelyen Rákosi Mátyás beszéde volt felvéve. És ő nem tudja miért, megfogta és megfordította a lemezt, és ez a Teleki Pál beszéd, ez a lemezen rajta. Úgyhogy így maradt meg az utolsó részére. Állásnak köszönjük Tengodi Józsefnek, neki köszönhető, hogy végül is meg, a nem rádió, az én mondom. Meg a rádiós munkatársnak, nem. Köszönjük szépen, mert te ezt nekünk akkor adtad, amikor a Balatonboglári szoboravató volt, és nagyon hálásak voltunk, mert ott is lejátszottunk egy részletet belőle a szoboravató. Vagy 50 példányban az országban. Szoboravató alkalmából. Az az igazság, hogy nekem kazettám volt meg. Kiderült tegnap, hogy a kazettát itt nem tudnak játszani, hogy el kellett mennem gyorsan is csináltatni egy CD-t róla, úgyhogy a CD-t visszaadom nekem. Kérem szépen, azt hiszem, hogy a Teleki Pál emlékét igyekeztünk őrizni a Magyar Örökség Kairosz sorozat első könyvével is, de erről majd a végén fogok beszélni. Most áttérnénk a Magyar Örökség Kairosz sorozatra, amit tulajdonképpen sajnálom, hogy Bedő György, a kiadó vezetője nincsen itt, nem tudott eljönni, beteg,
de néhány mondatot azért felolvasok az ő ajánló szövegéből, hogy milyen szándékkal indított el a kiadó. Kitüntettük Magyar Örökség díjjal a Bedő Györgyöt és az ő Kairosz kiadóját, által alapított Kairosz kiadót, és akkor én laudáltam őt, és akkor javaslatomra elhatározta, megbeszéltük, hogy ezt a Magyar Örökség díjat, amit ő kapott, szeretné azzal megszolgálni, hogy a valóban arra érdemes és a 20. századot meghatározó személyiségekről egy sorozatot kíván indítani. És a sorozat első darabja, Teleki Pál 133. születésnapjára, tavaly Minden Szentek napjára jelent meg. Hosszú vajudás után én nekem kellett elkészítenem, mert Kubasek János, aki a laudátor volt és akire gondoltunk, az mindig utazik, mint földrajztudós, úgyhogy nem volt türelmünk kivárni az ő hazajöttét, a laudációja külön benne van. És ebben a sorozatban a magyar múlt elfeledett, kitagadott, vagy alig ismert kiválóságainak máig érvényes hozzánk szóló tanítására szeretnénk a közvélemény figyelmét felhívni. Egyik magyar közmondás szerint, ki a múltját nem becsülje, a jobb jövőt nem érdemli. Ahhoz, hogy múltunkból az arra érdemes becsülni tudjuk, kellene ismerniük kell a nagy elődöket, nem csak a szakma tudósainak, kutatóinak, történetíróinak, hanem a nemzetalkotó népnek is. A Kairosz kiadó a nagy monográfiák és tudományos szakkönyvek mellett úgy gondolta, hogy szükség van olyan népszerűsítő írásokra, melyek szélesebb körbe és közérthetően hozzák közel nemzetünk sorsát formáló nagyságokat az utódokhoz, a ma emberéhez. Célunk, hogy a magyarság láthatatlan szellemi múzeumából jövő üzeneteket tömören, jól érthetően vonzó formába közvetítsük, és a könyvsorozat szerkesztésére engem kért fel, és dr. Bíró Zoltán a szerkesztőtársam, Nagy András, hol vagy? Nagy András ennek a gyönyörű sorozatnak és a könyvnek a tipográfusa, tervezője. Andráskám, gyere, mert most neked is egy picit hallanod kell azért a kicsit bemutatni a sorozatot, és az lenne a műsor további része, hogy először őket, kettőket szólaltatnám meg, és utána pedig a egyes könyveknek a szerzőt. Két könyv jelent meg eddig, Teleki Pál és Karácsony Sándor. Karácsony Sándorról Hertai Miklós, akinek a keresztfia, igen, keresztfia Karácsony Sándornak, és a Karácsony Sándor kultusz nagy ápolója, és elkészült két másik könyv is, az egyik az Erdélyi Hitel alkotóiból, Palackosta Erdélyből című címmel, Szász István Tasnak a munkája. Ő fog beszélni, 10-10 percet kap mindenki, tehát egy rövid ismertető, és a Újvári Gábor, akinek most Debrecenben van országos diákköri jelenése, ő állított össze Kléberberg Kunóról kitűnő könyvet. Ő neki a felesége itt van, tehát az első számú lektora és olvasója is kap néhány mondatra szólt, hogy ismertes, vagy szóljon arról, hogy miről szól a Teleki, vagy hogyan állított össze, nagy nehézségét áll, mert ilyen rövid könyvet összeállítani, kinkeserves munka, de ahhoz, hogy jó legyen, olvasható legyen, közérthető legyen, és szép is legyen, azért meg kell dolgozni. Zolikám, neked adom el a szót. Tisztelettel köszöntöm Önöket, és Lakos Pista barátom megígérte, hogy 5 percnél többet nem beszélhetek, és én szeretném is tartani magam ehhez. Annál is inkább, mert Önök hallottak Teleki Pártól egy nagyszerű beszédet, és hallottak Teleki Gézától, az unokától egy másik nagyszerű beszédet. Én hadd próbáljam annyival kiegészíteni ezt, hogy Teleki Pál ma nem csak történészi vita tárgya, Teleki Pál személye és cselekedetei. És ez az igazán nagy baj, hogy a történészek mind vitatkoznak,
hogy a történettudomány milyen elemeit használják fel a vitához, az nem feltétlenül érdekes. Érdekes a szakma szempontjából. Itt inkább az a fontos, hogy van-e olyan tudattal és öntudattal rendelkező magyar társadalom, amelyik ragaszkodik a hagyományaihoz, ragaszkodik az értékeihez, és ragaszkodik a nagy személyiségei megbecsüléséhez. Ha ez nincs, ha ez sikerült kiölni a magyar társadalomból, akkor van igazán nagy baj. Mi a baj tulajdonképpen Teleki Pállal? Mi a bajuk azoknak, akik vagy túlságosan és óvatosan közelítenek az ő szelleméhez, vagy személyéhez, vagy pedig azzal a gyűlölködéssel, amivel találkoztunk valóban éppen elégszer, és tulajdonképpen az ember nem érteni, hogy mi a baj. Tehát az a nagy kérdés, hogy tulajdonképpen mi baj van egy olyan személyiséggel, aki tudósnak is nagyszerű volt, világhírű, magyar tudós volt, Kubasek János nagyon szépen ír erről ebben a kis kötetben. Mi baj van azzal az emberrel, akiről olyan nevek emlékeztek meg gyönyörűen, és szerepelnek ebben a kötetben szintén, mint Illyés Gyula, Vas István, és hogy az én kedvencemet mondjam, Szabó Dezső. Aki Szabó Dezsőt olvasta, az tudja, hogy nem sok jó szava volt akkor a miniszterelnökeiről, vagy höz, miniszterelnökökhöz. Teleki Pál az egyetlen, akiről ír nagyobb tanulmányt és egy nagy eszét, amiben a legnagyobb tisztelettel szól róla, és aztán halálakor egy olyan eszét, ami teljesen szokatlan az ő időnként meglehetősen nyers, szarkasztikus írásaitól, és én ennél szebbet egy személyiségről, ennél szebb rajzot nem igen olvastam. Nem tudok róla, hogy olvastam-e valahogy is. Mi baj van hát akkor? Tehát itt nem akárkik szólalnak meg Teleki mellett, Teleki értéke mellett, az ő személyisége mellett. Tudomásul kell vennünk, hogy egyrészt ugyanaz a támadás sújtja Teleki Pál emlékét, és ugyanazok részéről, amely sújtja ma Magyarországot, amiről Teleki Géza egyébként nagyon pontosan szólt. Ugyanaz az akció, ugyanaz a kampány, ugyanazok az emberek, az az embertípus, amely képtelen belenyugodni abba, hogy ez az ország itt van Európa közepén. Vagy ha már itt van, akkor nem az ő. Erről van szó. Ez az egész Teleki Pál elleni hajszának, az egész ország elleni gyűlölködésnek az alapja, én legalábbis úgy érzem. Most itt van egy kis könyvsorozat, a Magyar Örökség díjasok. Egy másfajta, tehát most nem a díjazással, hanem ezekkel a kis breviárium szerű kötetekkel kapnak elismerést, kapnak úgy érzem méltó elismerést, hiszen akár a Teleki kötet, az első, akár a második, a Karácsony Sándor kötete, és mivel ismerem már a kéziratban lévő két újabb kötetet, tehát az Erdélyi Hitel és a Klebersberg kötetet, én úgy gondolom, hogy méltó emléket állít ezeknek az értékeknek, nem csak a személyeknek, hanem a cselekedeteiknek, az eszméiknek, vagyis annak a gondolkodó magyarnak általában, személy szerint nekik, de túl az ő személyükön, a gondolkodó magyaroknak, akikről, amit a beszédben hallották, mi politikus nemzet vagyunk, mondta Teleki Pál, de jobb lenne egy kicsit kevesebbet politizálni és többet gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy ezek a tervek, majd pedig ezek megvalósulása, akár a kötetekben, a sorozatban is, szolgálják ezt. A gondolkodó magyar, a politizáló magyart is, hogyha többet cselekszik és kevesebbet beszél, többet gondolkodik és kicsit kevesebbet politizál. És úgy gondolom, hogy missziót tölt be ezzel a kiadó, missziót tölt be Bakos István, aki ennek a fő gondozója, fő szerkesztője az egész sorozatnak, és mindazok, akik ebben részt vesznek,
szerkesztőként, szerzőként, bármilyen formában. Köszönöm szépen! Megkérem a Külcsin, gyönyörű Külcsinnek a kivitelezőjét, alkotóját, szóljon ő is. Köszönöm szépen, Nagy András vagyok. Nehéz dolog is volt, meg könnyű is. Könnyű annyiban, hogy igazodnom kellett a Berdecshez, a Külcsin tekintetében. És érvényesíteni kellett 30-40 év tapasztalatát, könyvtervező tapasztalatát. Mikor az ember ilyen szerzőkkel találkozik, olyan témával, olyan nemes és nagyszerű témával, mint a Magyar Örökség sorozat, akikkel a Magyar Örökség sorozat foglalkozik, óhatatlanul elszabadul a fantáziája, és hát bizony itt nagyon nehéz volt magamat visszafogni, hiszen előre kellett gondolkodnom, hogy milyen témák fordulnak még elő, és egy képzeletbeli távlat tekintetében kellett megformálni ezt a címlapot. Könnyű dolgom volt abban, hogy a Magyar Örökségnek van egy eléggé kikristályosodott arculata, ami a nemzeti címerünket hordozza az oklevelein, a pecsétje, a nemes hangvételű, merített papírt is ide sorolom. Nehéz volt abban a tekintetben, hogy nem tudtam pontosan előre, hogy ki mennyit ír és milyen formájúak lesznek a szövegek. Tehát egy középarányos kellett kitalálnom a képzeletbeli sorozatra. Szükséges volt az egyszerűség megtartása, hiszen az egyszerűségben lakozik mindig a nemesség is, és ezért túlzottan nem akartam hangsúlyozni ezt, de kellőképpen mindenképpen ezt jelzi a nemzeti színű szalag a kötetnek a fejlécén végigvonuló nemzeti színű szalag. Minden egyes kötet alaptúlusa egy nemes márvány ustra mintázat, mert hisz ezek a témák, amelyeket a Magyar Örökség sorozat fölhoz, bizony márványba kívánkozó témák. Végül pedig szeretném elmondani, hogy igyekszem minden egyes témához megfelelő művészt választani abból a szempontból, hogyha olyan portrét találok, szobrot, festményt, vagy esetleg, hát nem tudom, mi fordul még elő majd az életünkben, olyan műalkotást, ami a könyv értékét megnöveli, akkor azt a kötet hátoldalán hozzuk, mint jelen esetben természetesen a Teleki Pártól készült szobrot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, András! És csak röviden annyit, hogy követtük abba is a Magyar Örökséget, hogy van egy, hogy mondjam, az egész szerkesztésnek három fő pillére van. Az egyik az, hogy körülbelül kétharmada az, akiről szól, annak az eredeti műveiből idézetek, vagy egy-egy részlet az ő írásából, beszédéből, és körülbelül egyharmada az, ami róla szóló írások tartalmazza, és ez a Teleki könyvben is így van, most, és a többieknél is erre törekedtünk. A másik, hogy minden, tehát hogy a Magyar Örökség díjhoz való kötődést nem csak az Andrásnak ez a nagyon kitűnő megoldása, tehát az, hogy a Magyar Örökség díjnál, akik ismerik a oklevelet, ott a végén van egy ilyen viasz pecsétes alap is. Ez így zárul a könyv, hogy a magyarországi alapítvány kurátorai úgy határozott, és stb. Bekerül a Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumába. A másik pedig, és ezt szeretném, minden egyes kötetnél ez így lesz, és ez a Magyar Örökségdíj Bizottság felelősségét is
és értékelését is tólag igazolja, vagy nem. Azért, mert te vagy a bizottság elnöke, hogy minden egyes kötetben szerepel az, hogy az, akiről szól a kötet, kivel együtt, kikkel együtt kapta a Magyar Örökség díjat. És most felolvasom a Teleki Pál, kikkel együtt kapott Magyar Örökség díjat 2001. március 24-én, épp a 60, halálának 60. évfordulója előtt. Tudom, és ez a Műszaki Egyetem dísztermébe Bartó Bélával, Csonka Jánossal, Illés Györgyel, egy magyar filmes operatőr, Radnóti Miklóssal, Timofi Lászlóval, aki a Kisalföld névrajzosa, és a Szent István társulattal együtt kapta a Magyar Örökség díjat. Tehát látszik az, hogy rangos környezetben kapta Teleki Pál, nem akárkikkel együtt, és ez ugyanígy végighúzódik a többi Magyar Örökség díjasnál is. Ezt én nagyon fontosnak tartottam, hogy tudják az emberek, hogy Teleki Pálról szól most, de a Teleki Pál vonzásában azért ott van Radnóti Miklós, és ott van Csonka János, és ott van Illés György is. A másik, hogy van egy idézet, ez a mottója tulajdonképpen a sorozatnak: csak törpenép felejtett ős nagyságot, csak elfajultkor hős elődöket, a lelkes eljár ősei sírlakához, s gyűjt régi fénynél új szövétneket. S ha jelennek halványul sugára, a régi fény ragyogjon fel honnára. Ez a Garai János vezérhangjából van ez az idézet, és hát szükségünk van. Ahogy Laki Teleki találkozón Makovec Imre mondotta, nagyon rövid volt a beszéde, de egy nagyon fontos gondolat megragad bennem, ezt le is írtam, hogy azért tettük mindazt, amit tettünk, mert úgy véljük, hogy nemzeti fönnmaradásunkhoz a holtak seregét is elő kell szedni ahhoz, hogy egyáltalán fönnmaradhassunk, élhessünk tovább. Úgyhogy ez a Makovec gondolat is itt húzódik ebben a örökség sorozat. Kérem szépen, én azt kérem, hogy most, miután szóltak, akkor a szerzők szóljanak a könyveikről. Miklós, Hertai Miklósnak adom át a szót. Én nem kérek mikrofont, még gyakorló pedagógus vagyok, az 50. tanévemet töltöm, és ígéretem van, hogy még az 51-et is, mert így szeretném befejezni, hogy nem olyan kimérten, germánosan, hanem magyarosan ne legyen szimmetrikus. Magyarország mindennel összefügg. Ötvös kollégista koromban együtt laktam a Kínai Népköztársaság későbbi nagykövetével, Zhangcheng Cával, akit Péternek hívtunk, mert nagyon nehéz volt kimondani a nevét, és neveltük őt, elmondtuk, hogy mi vagyunk a legkülönbek itt az egész környéken, kultúrában, sportban, stb. Stb. Március 15-én mindig kirakadtuk vele a kokárdát, és ő ezt ilyen keleti udvariassággal tudomásul is vette, hogy igen, de végén csak megkérdezte, hogy hányan vagytok. Mondtuk, 10 millióan. Azt mondja, hát ti mind ismeritek egymást. Na hát, én 15 évig a Gödöllői Török Ignác gimnáziumot igazgattam, 30 évig, és 15 évig a Mária Besnyőn volt a gimnázium épülete az alapítástól, 955-től 988-ig, a Szalvátor nővérek egykori lelki gyakorlatos házába. Légvonalban körülbelül 300 méterre volt tőlünk Teleki Pál sírja, illetve hát ott van a Mária Besnyői temetőben. Csak hogy összekössem a szálakat. A Gödöllői Múzeumot viszont kedves édesapám, szintén Heltai Miklós alapította, valamikor réges-régen diákjaival együtt, én is segítettem gyűjteni, összeszedni az akkor kallódóban lévő tárgyakat. És még egy harmadik vonal, én Nagyszalontán születtem, 47-ben azért kellett eljönni, mert nem voltunk állampolgárok, de tudomásom van róla, bár ott még nem voltam iskola köteles, hogy Teleki Pál elrendelte a visszavétel után, ahogy az odaátiak mondják a magyar időbe, hogy az iskolákban kötelező legyen a román nyelv. Ami hát a toleranciának oly foka, amit nagyon szeretnék most is kívánni ottani véreinknek. Keresztapám, Karácsony Sándor édesapám járt az ő osztályába, itt a Zrínyi Miklós főgimnáziumban, a József Stadba, és aztán egy életre barátok maradtak, és így lett az én keresztapám. Én szerkesztettem ezt a kiadványt.
keresztapám történeteiből hagyd mondjam el, hogy ő volt az alapítója a Budapesti Keresztény Ifjúsági Egyesület egyes számú cserkész csapatának, amelybe külön hangsúlyozta, hogy mindenféle fajtájú fiatal embernek ott a helye, munkásoknak, diákoknak, zsidóknak, keresztényeknek. Csak kapcsolódom a mondani valóhoz. Ezt olyannyira komolyan vette, hogy mikor az osztályát levitte 920 nyarán az Antant éjség blokkád kellős közepén, mert még akkor nem írtak alá a trianoni békét, az osztályát nyaralni földesre, akkor vitte az osztályába Braun Csibit is, aki éppen rabbinak készült, és nem akart lemenni, mert hát hol kap ő kóserposztot. Keresztapám azonban leutazott földesre, és beszélt Stern Emmanuel, Csillag Emmanuel rabbival, hogy az ottaniak lássák el az osztályabeli zsidókat kóserposzttal, mert ő nem akarja őket otthon hagyni, és így történt. Na hát valami ilyet szükséges újraépíteni, és ennek ennek a küzdelemnek, ennek a harcnak hát egyik vezéralakja volt Karácsony Sándor is. Ez a könyv arra való, hogy aki elolvassa, kedvet kapjon arra, hogy a nagy műveit is kiadja. Elolvassa. 20 éve vezetem a Csökmei kört, Csökmei volt Karácsony Sándor nemesi előneve, amit nem használ csak egyszer, amikor a verseit kiadta. És azért választottuk, hogy ne lehessen mindjárt szidni bennünket, hogy Karácsony Sándor eszméit esetleg rosszul interpretáljuk. A Csökmei kör kiadta az elmúlt 20 évben Karácsony Sándor neveléstudományi könyvsorozatát 10 nagy kötetbe. Hozzáférhető, nem akarok egy másik kiadónak reklámot csinálni, amikor elsősorban hálámat kell kifejeznem a Kairosznak, a Bedő Gyuri bácsinak és Bakos Pista barátomnak is azért, hogy lehetőséget adtak a Karácsony könyv megjelentetésére, de hát azért a Szép Halom kiadónál megjelent nagy sorozat kapható ugyanezen boltokban Karácsony Sándor művei és elolvasható. Ha most én ugye jó pedagógus módjára megkérdezném, hogy ki az, aki életében most hallotta először Karácsony Sándor nevét, valószínűleg lenne fönt egy-két kéz. És ez azért érdekes, mert hát mindig mindenkinek el kell magyarázni, hogy ki volt Karácsony Sándor. 1891-ben született, és 1952-ben halt meg. Tanár volt, magyar-német szakos, előbb gimnáziumban, majd a Debreceni Egyetem neveléstudományi, ma így mondják, neveléstudományi tanszékét vezette. Ritka dolog Magyarországon, hogy egy tanár mellett a tanítványai halála után hány évvel is 952? Tessék? 60-valahány évvel is kitartsanak, és saját pénzükön adják ki a műveit. Karácsony Sándort ezért maga korában sokan kárhoztattak, hogy tanítványai vannak, ami azért érdekes, mert az orvos senki nem kárhoztatja, hogy páciensei vannak például, vagy az ügyvédet, vagy ügyfelei, de a tanár, ez valahogy olyan gyanús volt, hogy miért szeretik őt annyira, talán valami itt nincs rendben. Hát én azt hiszem, hogy ez fordítva van. Ott nincs rendben a tanár munkája, annak a tanárnak nincs rendben a munkája, akinek nincsenek tanítványai. Karácsony Sándor hívő ember volt, keresztény ember volt, de ez nála soha nem jelentett semmilyen szempontból valami kizárólagosságot. Ő az igaz, hogy a Bibliából, az evangéliumból vette a másik ember tiszteletét. De ezt éppen úgy gyakorolta, hogy a másik ember minden vonatkozásban megőrzi a maga személyiségét a kapcsolatban, hiszen ő azt mondta, hogy ez a lényeg, hogy ember és ember között kapcsolat legyen. Ő ezt először, mint pedagógus figyelte meg. Ha nincs kapcsolat ember és ember között, akkor semmiféle olyasmi nem megy végbe, amit nevelésnek nevezhetünk. Kapcsolat. Kapcsolat az, hogy itt ülünk, én beszélek, önök hallgatják. Bizonyos mértékig igen. De az igazi kapcsolat azért mégis dialógikus, párbeszéd, neki is szabad. Karácsony Sándor azért volt modern pedagógus, mert fölfedezte azt, hogy csak akkor megy végbe nevelés, ha a másiknak is szava van.
Ez azonban, hogy a másik félnek, a gyereknek is szava van, a serdülőnek is szava van, nem azt jelenti, hogy ő irányít, hanem egymáshoz viszonyulva élnek, egymásra vannak tekintettel. Amikor Karácsony Sándor azt mondja, hogy tiszteljük a gyermek autonómiáját, mert enélkül nincs nevelés, és aki nem tiszteli a gyermek autonómiáját, az ne legyen nevelő, nem azt mondja, hogy hagyjuk magukra, dobjuk oda a gyeplőt, azt csinál, amit akar. Nem erről van szó. A gyermeki autonómia tisztelete azt jelenti, hogy olyan közös munkákat végzünk, melyekbe ők úgy, mint gyermekek, úgy, mint serdülők, jó szívvel részt tudnak venni, mert megfelel az ő természetüknek. Mi felel meg a gyermeki természetnek, a kisgyermekének? Az, hogy játszunk velük. De nem úgy, hogy mi infantilis módon elkezdünk gügyögni hozzá, mi felnőttek vagyunk, csak játszunk velük, mert akkor fejlesztjük őket. A növelkedővel való gyerekkel nagyszerű versenyeket lehet rendezni, stb. Végigmegy ő minden fokon. A dolognak az a lényege, hogy azzal, hogy a gyermeket teljes értékű gyermeknek, a serdülőt teljes értékű serdülőnek tekintjük, és olyan munkát adunk nekik, ami elvégezhető, elindultunk azon az úton, amit Karácsony Sándor úgy nevezett, hogy a másik ember elismerése, felismerése, a másik ember pedagógiája. Én sok szeretettel ajánlom figyelmükbe ezt a kötetet, amely igyekszik bemutatni azt az utat, amelyet Karácsony Sándor önmagától, a magyar embertől megtett a másik emberig, a minden emberig, ezen keresztül, hogy nevelő volt. Ez volt a titka annak, hogy tartós közösséget tudott maga köré gyűjteni. Ezt nagyon ajánlom minden kedves mostani kollégámnak. Nem recept ez, nem lehet receptként követni, nem arról van szó, de egyet meg lehet tanulni, a gyerekkel szóba kell állni, és a gyereknek is szóba lehet állni a felnőttel, enélkül nem lehetséges tartós tanár és diák közösség. Én befejezésül csak annyit mondhatok, hogy az elmúlt 10 évben lehetőségem volt arra, hogy szemináriumot tartsak az egyik egyetemünkön Karácsony Sándor pedagógiájáról, és most talán újraindíthatom, mert a bolonyai folyamatnak köszönhetőleg egy időre a pedagógiai tárgyak szinte teljesen kiszorultak a tanárképzésről, hát my orem glóriám dei, pedig hát azért talán kéne a tanárképzésről pedagógia. Most talán újrakezdhetem, és amikor a megbeszélést folytattuk, akkor azt mondja a kolléganő, aki a vezetője, direkt nem mondok egyetemi nevet, meg stb., mert nem ez a lényeg, hogy hát a neveléstörténeti jellegű kurzusra nem igen van lehetőség. Ez azt jelenti, hogy ő azt gondolja, hogy ez a magyar pedagógia múltja, amit Karácsony Sándor leírt. Nem. Ez a magyar pedagógia jövője, és ismereteim szerint mindennél teljesebben tartalmazza a mai pedagógia különböző összefoglalóinál is teljesebben tartalmazza, hogy tanár és diák viszonya hogy lehet áldásos, hogy lehet mindkettőjük részére, számára gyümölcsöző. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Parancsoljon. Én személyesen ismertem Karácsony Sándort, aki egy rendkívül nagy egyéniség volt, és az, hogy nagy pedagógus volt, amelyre legalább olyan fontos, hogy nagy egyéniség volt. Szinte akkor találtam a helyzetben, azt láttunk, és kijött az egyetemről két bottal, mögötte a diákok, és a bottal egy óriási tér, és a térnek a szélén tartotta az előadásokat, óriási sikerrel azok a hallgatók is odaültek, akik természettudományt tanultak, és így tovább. A diákok rajongtak érte, és egyes gyenge professzorok pedig hát nem szimpatizáltak vele. Olyan különbség volt köztük és Karácsony professzorok között, de minden esetre, amit az ember látott, hogy oda gyűltek a diákok és ültek a füvön, ez olyan látvány volt nekem, mint fiatal embernek, hogy fájt meg maradt.
Köszönjük. Mondjam el akkor, hogy én viszont vizsgáztam nála, alapvizsgáztam. Bocsánat, egyszerűen egyetem, mert gyűjtöm. Jó. És egy vizsgát emlékét mondanám el, a Nobel-ba behívott egyszerre 3-4 jelöltet, és kérdezni kellett tőle. És aki jól kérdezett, annak ötöst adott. És milyen okos. Ez a dialogizálás. A másik pedig az, hogy jól magam Karácsony Sándor szellemében tanárkodtam, a Károly Egyetem tanítóképző főiskolának irodalmi színpad a Karácsony Sándorról neveztetett el. Te már tudom, hogy a debreceni Tibor vagy. Most már rájöttem. Kérem szépen, Szász István Tas, kérem meg a következő könyvnek a szerzőjét, ami közeljövőbe fog megjelenni. Hát, ez egy nagyon nehéz feladat a hitelkönyvről beszélni, mert a hitel története azzal kezdődik, hogy a hitelt elfelejtették. Két tével elfelejtették. Tulajdonképpen, hogyha én most el akarnám mondani, hogy mindenki megismerje, hogy mi is volt a kolozsvári hitel folyóirat, ahhoz majdnem 100 évet kéne átívelni annak, amit elmondok. Ezért arra bíztatok mindenkit, hogy inkább majd a kis breviáriumot olvassák el, illetve itt van hosszabb könyv is a hitelről a könyvesboltban. Annyit azonban el kell mégis mondanom, hogy az érdeklődést felkeltessem, hogy hogy is született ez az egész. Erdély Trianon után nagyon nagy bajba volt az erdélyi magyar társadalom, tudnélik intézmények nélkül maradtak. Az unió után minden intézménye Erdélynek az anyaország kebelére lett helyezve, és Trianon után az erdélyi magyarság, az erdélyi magyar kisebbség árván maradt. Először egy passzív rezisztencia következett, majd ezt követően Kóskárói kiáltó szavával indulva elkezdődött egy olyan mozgás, ami a kihozanodás, a cselekvés, a megmaradás irányába mutatott. De egy sajátos helyzetben voltak olyan szempontból is, hogy Erdély magyarsága egy teljesen ismeretlen világba került. Mert Erdély és Orr-Románia között húzódott azelőtt az a bizonyos ortodox törésvonal, ami világokat választott el egymástól. Mai napig nem nagyon ismeri még a magyar politikai elit nagy része se, de az európai pláne nem, hogy milyen óriási gondolkodásbeli különbség van az ortodox törésvonalon innen és túl. Ezt azok, akik itt erdélyek vagyunk, azok inkább tudjuk és érezzük és megtapasztaltuk, de ezt bizony meg kellene tanulni, mert ez óriási hátrányokkal jár akkor, amikor velük kell tárgyalnunk, vagy szerződnünk, vagy együtt élnünk pláne. Ebbe az új világba az erdélyi értelmiség legalább 10 évet kellett nevelődjön, nevelkedjen, hogy be tudjon úgy illeszkedni, hogy valamennyire versenytárs tudjon lenni a románokkal. Ez alatt az idő alatt sajnos a román nacionalizmus is fejlődött, erősödött, és mire felnőtt az első olyan erdélyi magyar értelmiségi generáció, amelyik románul beszélt, ismerte ezt a gondolkodásmódot, és ha más nem, legalább a kellő veszélyérzete megvolt, és a védekezési módozatokhoz érteni kezdett, akkorra már eltelt 15 év Trianon után. Nem volt passzív ez az időszak se, mert akkor születtek meg az első egyházi és ifjúsági és civil kezdeményezések. Megszületett már a Helikon, megszületett a Pásztortűz című lap, de a hitel az 1935-ben jött létre, és létrehozója az Makkai László volt, Vencel Józseffel karöltve. Makkai László elindította ezt a lapot, de 6 számot ért meg csak
és ezért ezt kis hitelnek nevezzük, mert akkor következett be a törés Makai Sándor életébe, akkor jelentette ki, hogy nem lehet, és hagyta el Erdélyt, lemondott a püspökségről, természetesen vele együtt fia is átjött Magyarországra, és gazdátlan maradt a lap, illetve ott maradt Vencel József, a társ szerkesztő, és Vencel József elhatározta, hogy nem hagyja annyiba, csinál egy még nagyobb formátumú lapot. Ekkor szerződött barátaival, Kéki Bélával, Albrecht Dezsővel és Vita Sándorral, és az én szüleimet kérték meg, hogy támogassák őket ebbe, és a mi házunkba született meg a nagy hitel 1935 őszén. 36 tavaszán már meg is jelent az első szám, és ettől kezdve 10 éven keresztül élt ez a lap, amelyiket Tamási Áron a korszak legnagyobb magyar szellemi teljesítményének nevezett. Külön ki kell emelnem azt, hogy ez egy szellemi kör volt. A lap a szellemi termékük volt. A szellemi körnek, ahogy kutatásaim ezt most már teljes bizonyossággal igazolták, tehát nagyon valószínű, hogy mindenkit most már összegyűjtöttem. A három korszak alatt, mert a harmadik korszak az a magyar 4 év alatt volt, 220 tagja volt. Ez a 220 ember, ez együtt gondolkodott. Ott abban a házban nálunk gyűltek össze, a szerkesztők naponta, hetenként voltak szerkesztőségi ülések, illetve probléma megoldó együtt gondolkodások, és minden hónapban volt egy nagy hitel estély. Ez a társaság csodálatos dolgokat vitt véghez, és a munkájuk az nem abba merült ki, hogy ebbe a labba leírták azt, amit akartak, illetve munkamegosztásba, a Helikonba és a Pásztortűzbe is. Mert a 220 embernek a nagyobbik része író és költő volt. A hitel pedig nemzetpolitikai szemlévé vált, nem lehetett egy évenként négyszer megjelenő labban mindent belezsúfolni, és úgy döntöttek, hogy elosszák. A Helikon 55 tagjából 18 aktív, állandó résztvevője volt a hitel szellemi körének és a hitel munkájának, Élükön Kemény Jánossal. Úgyhogy gyönyörűen kialakult ez a munkamegosztás és működött, de már első percben, amikor a hitel első száma megjelent, az akkor már működő és jelenlevő baloldal rátámadt a hitelre. Annak ellenére, hogy ez nem egy jobboldali, pláne nem szélső jobboldali társaság volt, hiszen a tagjai között olyanok voltak, most úgy végignézek a hitel galérián, és abban a sorrendben mondom, Tamási Áron, Reményik Sándor, Jékeli, Gyida Jenő, hogy az írók közül Kemény Jánost emlegette, de Kós Károly, és így tovább. Ezek az emberek nyilvánvaló, hogy nem érdemeltek támadást baloldalról, de ez megtörtént Balog Edgárék részéről, és ez rányomta a bélyegét a hitel későbbi sorsára. De érdekes módon rájöttem aztán utóbb, és ezt meg is írtam már, hogy nem ez volt a döntő a hitel elfeledtetésében, hanem azok az érdemek, amiket a hitel a magyar történelembe szerzett magának, mert belenyúltak a napi történelembe, rákényszerítette őket a történelem ezekben a nehéz időkben, és akkor olyan dolgokat tudtak Kolozsváron megvalósítani, ami nem tetszett a baloldalnak, illetve egy részét kisajátították maguknak, egy részéről pedig hallgatni kellett azért, hogy úgy beszélhessenek erről a korszakról, ahogy itt hallottuk. A hitel elfeledésének ez a története, és utána következett az az időszak, amikor gyakorlatilag nem lehetett Erdélybe beszélni, illetve csak nagyon óvatosan a hitelről, tehát nem volt ez se tiltás, se tűrés, se támogatás, hanem valamilyen tanácsos volt titkolni, úgy szoktam mondani. Kussolt mindenki, aki a hitelnek tagja volt valaha, de érdekes módon az Erdélyben maradt hitelesek, azok tovább
vitték a szellemet, mert azt az új erdélyi generációt, amelyik most van ereje teljébe, ezek nevelték fel. Persze ott volt a másik oldal is, de azért éppen elég becsületes és magyarként gondolkozó ember sikerült nekik a példájukkal, amikor ők kimondták volna felnevelni. A hitel feltámasztása az egy nagyon nehéz munka volt. Tulajdonképpen én nekem 40 évem van benne. 40 éve vettem át apámtól a feladatot halálakor, hogy ne hagyjam elmerülni a semmibe a hitel emlékét. És az egész ház, az egész millió, a Génius Loci, a tárgyak, a családi levéltárban minden, ami megmaradt, azt először el kellett dugni, aztán a román törvények elől széthordani, ide-oda ismerősökhöz, pincékbe, padlásokra elrakni. Majd amikor 1977-ben átjöttem Magyarországra, elkezdődött másfél évtizeden keresztül a tárgyak és az anyagok átcsempészése, és végül is 2010-ben jutottam oda, hogy egy olyan lakáson épült fel, amelyikbe restaurálva ezek a tárgyak ott vannak, és Leányfalun bármikor bárkit nyílt múzeum bejelentkezés alapján lehet jönni. Számos csoport jön, már minden világrészről voltak, és megtekintették, nagyon érdekes dolgokat tudunk megmutatni. Én erről már csak annyit szeretnék mondani, hogy csodák sorozata volt az, ahogy ezt sikerült véghez vinni. És hogyha én ezeket a csodákat mind felsorolnám, úgy a szellemi részét, mint az anyagi részét, hogy ezt hogy sikerült megvalósítani, akkor ha netán lenne itt a teremben olyan, aki nem hívő ember, az keresztényként menne ki az ajtón, mert elképesztő dolgok történtek, nem egy, nem kettő, nem tíz, amit egyszerűen magam sem tudtam felfogni, minthogyha egy kéz irányított volna minden, nyíltak az ajtók, és jöttek a lehetőségek, és egyáltalában bírtam csinálni azt, amit csináltam, mert éjjel-nappal dolgozni kell. Én tekintettel arra, hogy itt Teleki Pálra emlékezünk, nem tudom, hogy belefér-e az időbe, a hitellel foglalkozó írásaim és egyéb anyagok közül erre a papírlapra egy néhány bekezdést felírtam. Teleki Pál és a hitel kapcsolatával foglalkozó részleteket. Nem tudom, hogy belefér az időbe, hogy ezt a néhány bekezdést felolvassam. Tehát a bécsi döntést követően, még a honvédség bevonulása előtt, a hitel munkatársai összeülnek és elkészítik azt a beadványt, amelyet Teleki Pálhoz juttattak el. Ebben Erdélynek különleges státust kérnek, és lefektetik az észak-erdélyi milliós román kisebbség további sorsát megkönnyítő nemzetiségi politika alaptételei. Például a román nyelv oktatása legyen kötelező minden magyar iskolába is, és a román többségű területeken legyen elvárás a hivatalnokok nyelvismerete. Hozzanak létre román intézményeket, stb. És nem véletlenül tud erről a tényről keveset a magyar, főleg a román közvélemény, miként arról sem, hogy ennek a román kisebbséggel kapcsolatos egyes tételei a zavaros évek ellenére sok tekintetben meg is valósultak. Úgy, ahogy mondottad, én láttam érettségi bizonyítványt, amiben a román nyelv, mint érettségi tantárgy szerepel. Eltéren éppen a román propaganda hirdeti az ellenkezőjét, és egyes kiadványokban nem riad vissza a legvadabb hamisításoktól sem, elegészen a primitíven montírozott képekig, fotókig. És imáron most európai Romániából folytatódik ugyanez. Ebben a beadványban a teljes erdélyi magyar értelmiség nevébe szólaltak meg, és az erdélyi magyar társadalom sajátos szervezési formáinak, hagyományainak megőrzését kérték Telekitől. Óvtak attól, hogy Erdélyt a neobarokk Magyarország formalizmusához asszimilálják. Ehelyett Erdély autonómiáját és sajátos történelmi értékeinek biztosítását kérték. Márton Áron és Gyárfás Elemér javasolták, hogy a román iskolaügyet bízzák a román egyházakra, és a püspökök kapjanak kétszer annyi szubvenciót, mint amennyit a magyarok kaptak előzőleg a románoktól.
Tamási Áron egy szellemi tanács felállítását kérte, melynek megkérdezése nélkül ne lehessen döntéseket hozni Erdélyben. Az idézett szöveg szüleim házába, a hitel otthonába került kidolgozásra, és erről a szüleim nekem személyesen többször is beszámoltak. Tehát ez abszolút hiteles. Teleki Pál unokaöcsének, a hitel hordúgalához tartozó kedves édesapjának, Teleki Gézának volt a feladata, hogy Teleki Ernővel, akinek a lakásán Teleki Pál megszállt, átadják neki a memorandumot. Erdő bácsi lakásán adták át neki ezt a memorandumot, és ő a továbbiakban ehhez tartotta magát, amit csak lehetett, ebből meg is valósított. A továbbiakban Teleki Pállal kapcsolatos adatok még felbukkannak a hitel környezetében. Keveset beszéltek eddig arról, hogy Teleki Pál az erdélyi pártot éppen saját németellenes vonalának erősítése miatt óhajtotta létrehozni. A hitelesek ebben meghatározó részvállaltak. Annak idején a szüleim segítettek kiválasztani, megtervezni, és édesanyám rendezte be az erdélyi kört, amelyik nem csak a felbúzott hiteltársaságnak volt a gyülekezőhelye, hanem az erdélyi pártnak lett a gyülekezőhelye. És a háborús események és a magyar revíziós remények teljesülésének sajátos egybeesése, ami egy nagyon ellentmondásos és nehéz korszakot jelentett, ez nem akadályozta meg Telekit abba, hogy amit csak lehetett, ebben megvalósítson. De a magyar nagypolitikában olyan egymásnak feszülés volt, hogy szüksége volt egy erdélyi támogatásra Telekinek. És a behívott képviselőkből, most már rövidítek, hogy ne teljen az idő, a Erdélyből behívott képviselőkből, akik mind hitelesek voltak majdnem, ilyen volt Agreg Dezső, ilyen volt Vita Sándor, ilyen volt Gróf Teleki Béla, ilyen volt Mikó Imre. Ezekből hozta létre az erdélyi pártot. Teleki Pál kívánsága volt az erdélyi párt létrehozása. És az erdélyi párt a magyar parlamentben végig Teleki támasza volt, de nem csak amíg ő élt, hanem a tragikus halála utáni időkben is végig kitartott az erdélyi párt emellett, és ennek megfelelően cselekedett. Már csak annyit még röviden, hogy erről már kutatások vannak, és megjelent erről közlemény is, hogy az erdélyi párt politikai programja a hitel mozgalom elképzeléseinek minimálisan módosított változata volt. Én remélem, hogy ezzel sikerült annyira felkelteni a hallgatóságnak az érdeklődését, hogy a hitelt azt hát érdeklődési körükbe vonják, és olvassanak utána. Fantasztikus dolgokat írtak le, olyan dolgokat, amelyek majd a kis breviáriumban néhány feltűnik belőle, de én remélem, hogy az egész 10 évet majd meg fel tudom dolgozni, hogyha lesz időm rá, ha az éveim nem számláltatnak meg, és a mai politikai elit számára támaszt jelenthet, hogyha ezt elolvassák. Benne vannak a válaszok a mai problémáinkra, ami egyben azt is jelenti, hogy ugyanazok a problémáink most is, mint akkor voltak. Köszönöm szépen! Mester Vitor tagja volt annak az erdélyben. Teleki Géza úr kíván hozzászólni még ehhez. Nem szoktam itt belebotlani mindenfélébe, de én Korzán születtem 43-ban, akkor Magyarország volt. És mikor jelentkeztem a washingtoni magyar követségen, hogy visszakapjam az útlevelemet, akkor 2 évig nem hallottam semmit. Nem értettem meg, hogy miért tart ez ilyen sokáig. Végre kaptam egy levelet, hogy én román vagyok, és ezért nem kapok magyar útlevelet. Mert valaki itt a kormányban nem értette meg, hogy volt egy idő,
mikor Kolozsvár magyar volt. Ezt meg kellett nekik magyarázni, és be kellett adni a születési papírjaimat, ami magyarul volt kiírva, magyar nemzeti pecsét volt rajta, és magyar aláírások voltak rajta. Végre megkaptam, de csak úgy, hogy nyomást kértem magyaroktól itt Budapesten, hogy adják nekem vissza ezt az útlevelet. Kérem szépen, Újvári Gábor, Tünde, hol vagy? Gyere! Újvári Gábor né, mert Újvári Gábornak a könyve következik Weberben. Köszönöm szépen, inkább. Jó, csak annyit, hogy Újvári Gábor tudós, történész, levéltáros fiatalember, a Balassi Bálint Intézet alapító igazgatója volt, és jelenleg a Kodolányi Főiskolának a tanára, nekem kollégám volt a minisztériumban, de nem erről híres, hanem arról, hogy ennek a korszaknak a legjobb ismerője. Tehát közülünk, az eddigi szerzők közül az egyetlen tudományos rangba is rendelkező ember, aki vállalkozott ennek a könyvnek a megírását. Szeretettel köszöntöm Önöket. Mint feleség biztosan nem állnék itt, hát úgy gondolom, hogy a feleségként éppen elég elmondom, hogy 29. éve vagyok a férjem mellett, és ez valószínű, hogy magánű. Amiért itt állok, az, hogy egyrészt ugye a Gábornak a köszönetét elmondhassam, hogy egy ilyen grémium előtt ugye legalábbis képviselje magát, és azt a nagyon-nagyon fontos könyvsorozatot valamiképpen hát áttételesen megköszönje Bakos Istvánnak, hogy egyáltalán kitalálta és működteti. A másik indok az pedig az, hogy ugye valójában tudós kollégája is vagyok a férjemnek, mégpedig egy olyan szerencsés összeállításban, hogy mind a ketten valamiképpen a kultúrpolitikának, az intézményes kultúrpolitikának az ügyeit is kutatjuk. Én egy korábbi korszakban, a dualizmus korban, Gábor pedig ugye a két világháború közötti időszakban, illetve a Trianon utáni időszakról kezdve többek között ezt a területet is kutatja. Egyrészt ugye, itt hangsúlyoznám, István már belekezdett a Gábor tudományos munkásságába. Egyrészt elmondanám, hogy Teleki Páról írta a szakdolgozatát, a kandidátusi védését pedig ugye Klebersberg Kuno munkásságából írta meg. Jelen pillanatban Humann Bálint monográfián dolgozik, és mind magyarországi, mind pedig németországi és ausztriai kutatásokat végezett át körben. Nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, és hál' Istennek nincs itt a Gábor, tehát itt nyugodtan megtehetem Önök előtt, hogy valóban egy olyan kutatóról van szó, aki gyakorlatilag 30 éve dolgozik azon, hogy a két világháború közötti korszak, nem csak a kultúrpolitika, hanem egyáltalán ez a korszak, ez valamiképpen rehabilitálódjék, és úgy, hogy abszolút kutató munkával, és nem pedig érzelmi alapon legyen meg ennek a súlya és ennek a bizonyítéka. Azt hiszem, a kultúrpolitika rendkívül jó terep erre, hiszen a két világháború között mondható el az, ellentétben mondjuk az én korszakommal, ahol kifejezetten stratégikus és tervezett, koncepciózus kultúrpolitika tud megvalósulni az országban. Ugye egy olyan időszakról beszélünk, amiután ma csak áhítozunk, ahol a kultúr vagy kultúrsztárca kapta az állami büdzséből a legnagyobb arányú támogatást, ugye ez 10% fölött van, ma hát gyakorlatilag a tizedéről beszélhetünk. Ugye nyilván nehéz ezt elmondani, mert egészen máshogy struktúrálódott az állami szolgáltatás,
Minden esetre, tehát azt mondhatom, hogy a Gábor egyrészt ezt a nagyon-nagyon komoly és nagyon-nagyon fontos feladatot nem ma, hanem 30 éve, vagy több mint 30 éve végzi, és igazán mondhatom, hogy 3 évtizeddel ezelőtt ez nem volt valami könnyű dolog. A Klebersberg kutatásaiért, ami ma pedig már tulajdonképpen hát legalábbis elfogadott dolog, Kóman Bálinttal már ugye nehezebb boldogulni még ma is, de a Klebersberg kutatásaiért gyakorlatilag nagyon-nagyon sok tudományos támadás is érte, és egyáltalán megkérdőjelezték ennek a lehetőségét is. Nem a minőségét, nem a lehetőségét. Tehát ezt fontos hangsúlyozni, de most emellé pedig én nem nagyon ismerek olyan kortársamat, aki praktikusan és gyakorlatban is megpróbálta kipróbálni, hogy mondjuk a két háború közötti kultúrpolitikának a koncepciójából mely elemek modernizálhatók, illetve mely elemek azok, egyáltalán az a stratégikus gondolkodás olyan emelhető át, amely mondjuk bennünket is építhet. Nem arról van szó, nem másolásról van szó, hanem modernizálva egy-egy struktúrának, egy átgondolt és tervezett stratégiának a felhasználásáról. Ugye Gábor nem csak a Balassi Intézet volt az alapító igazgatója, hanem a Klebersberg ösztönbűnök is a megteremtője, illetve kitalálója, és sajnos már nincs itt Hámori akkori miniszter professzor úr, és főleg Ergely voltak hárman, akik ezt meg is teremtették, és a mai napig Klebersberg ösztöndíjjal járják a világot, nem csak a társadalomtudósok, elsősorban a társadalomtudósok. A másik, a Balassi Intézet pedig ugye nyilván sokan tudják, hogy a külföldi kulturális politikának a stratégikus kitalálója és működtetője, ugye a külföldi lektorátus, magyar lektorátusok és a külföldi kollégium hungarikumoknak a szervező munkáját végzi. De itt tényleg rövidre fogva, mert hosszú lett az est. Én annyit mondanék csak, hogy azt gondolom, hogy Bakos István ezzel a könyvsorozattal tulajdonképpen teljesen lehetetlen helyzetbe hozta a szerzőit, hiszen azt mondhatom, hogy mindenkit egy olyan feladat elé állított, és ezt konkrétan át is értem Gábor esetében, ugye mint olvasó szerkesztője végigolvastam a kötetet és segítettem javítani, tehát azt mondhatom, legalább 6 változatát olvastam ennek, hogy István odaadott minden szerzőnek egy hatalmas, óriási, több száz éves fatörzset, hogy tessék belőle, hát remélhetően nem asztallábat, nem is fogvályót, de legalábbis egy mutató pálcát, egy számunkra is felhasználható, ma is használható mutató pálcát valami. Hát remélem, hogy mindannyiunknak arra bizonyosan jó lesz, hogy ebben eligazítást és kedvet teremt, eligazítást nagyon is kedvet teremtsen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kritikus szavakat is, valóban, de ezt a kiadóval, tehát ez nem az én javasoltam, és Bedő Györgyel megállapodtunk, tehát ez egy megállapodás volt, hogy ennél a terjedelemnél nem engedünk többet, mert ez az, ami egy közolvasó, tehát egy mondjuk úgy, hogy egy érettségizett embernek még befogadható, bármilyen szakmába is tevékenykedjen ő, és szeretnénk, hogy ezt minél szélesebb kör ismerné meg ezeket a példaadó embereket, a múlt századot formáló példaadó embereket. Most kérem szépen, rám kerülne a sor, de én megvallom őszintén, hogy nem akarok hosszasabban beszélni, mert elmentünk is az idő, Teleki Párról volt szó. Azért 2 dolgot szeretnék a könyvből megemlíteni, tehát az én szerkesztés összeállításomnak önigazolásul. Egy teljes, hogy hívják, van benne, egy teljes beszéde van a magyar nemzetiségpolitikáról, itt már szó volt. Azt teljes egészére betettem, mert úgy véltem, hogy ez az, ami ma
egész a Kárpát-medencébe, sőt Kelet-Európába, sőt az Európai Unióba nagyon lényeges. A Kairosz egyébként adott ki már a teleki és az európai gondolat. Itt van a szerző közöttünk, a Teleki Emlékbizottság tagja, akinek Csirpát Lili, kérlek szépen álljál föl. Tehát a Kairosz kiadónál már megjelent, és ebben egy hasonló kis könyv, amiben az európai gondolat megfogalmazódik. Ugye úgy véltem, hogy nem az kell mostanában, ami most ide szól, és a leglényegesebbnek tartottam azt, ami közérthető és közérdekű, a cserkészek által összeállított kis könyv, az a kicsi, látom, hogy itt nem is ide. Ami nekem, merjünk magyarok lenni, ugye, ami bátorításul, én is állandóan hordtam a zsebemben mindaddig, amíg a teleki szobrot föl nem állítottam, mert bátorítás az ott valóban, és hogy mondjam, erősítést a gondolataival. Na, tehát a nemzetiségi politika. Miért mondom, miért nagyon fontos? Most lesz 70. évfordulója, nem, 75. évfordulója annak, hogy 1938. november 1-én Békés úton Magyarország visszaszerezte a elcsatolt Felvidék egy részét. Olyan részét, ahol, na, elnézést, nem még itt a Kőbergbergbe néztem, ahol pontosan kiírtam, magyar lap tervezett 12.103 négyzetkilométer, 1 millió lakos, 85%-a magyar, 10%-a szlovák nemzetiségű volt, és ez az új határ tette lehetővé több mint 100.000 lengyel befogadását, akikről a visszatért régiók, a szegények, a nagycsaládosok és a háborúval fenyegetett ország ezernyi gondja mellett főleg ő gondoskodott. Na most, az elmúlt korszakok amnéziái nyomán igyekeznek megtagadni Teleki örökségét, és a Teleki Emlékbizottság, aminek, hogy mondjam, ilyen esetlen örököse vagyok, mert igazából a Teleki Emlékbizottságot Csicseri Rónai István, Török Bálint és más öreg barátaim hozták létre és ápolták, és ők kihaltak. Úgyhogy kénytelen, kelletlen magamra kellett vállalni az ő örökségüket, tehát nem csak a Telekivel kapcsolatban is, és ez az örökség kötelezett arra, hogy ezt a mostani ülést is összehívja, emlékülést összehívjuk. Ez kötelezett arra, hogy ez a könyv megszülessen a születésnapjára, tehát a 133. születésnapjára, és ebbe úgy vélem, már Zoltán barátom elmondta, hogy milyen nagyszerű portékkal és emberekkel igyekeztem, tehát az ő szemükön keresztül igyekeztem bemutatni Telekit és az ő véleményét, és végezetül, ja, és ami miatt ezt a nemzetiség politikát említem, és a Felvidék visszacsatolása, a Felvidék egy részének visszacsatolását, hogy van itt egy olyan rész, amit úgy érzem, hogy most a felvidéki magyaroknak érdemes lenne kézbe venni és ápolni. Már megígértem nekik, hogy írjanak róla szlovákul is, ugyanis Teleki volt a szlovák-magyar határmegvonó bizottságnak a vezetője. És Rónai András idézi fel a könyvébe azt, hogy jöttek az újdonsült szlovák vezetők, a Csehidőből való felszabadulás után vad gyűlölettel fordultak a régi új jelenség a magyarság ellen. Szlovák nacionalizmus ebben az időben a tetőfokán toborzott, 38-39 az önálló Szlovákia égboltja alatt a láng egekig csapott. És ebből a sovinizmus atmoszférájából indult el Pozsonyból 8 tagú bizottság, melynek tiszte volt a Magyar Bizottsággal együttműködve, végleges és pontos határt vonni Magyarország és Szlovákia között. Na most itt következik egy kétoldalas leírás, nem olvasom föl, szerettem volna, de azt ajánlom, hogy olvassák el, mert ez mutatja, hogy Teleki hogyan szelidíti meg az utált gróf, a
hogyan szemlélíti meg ezeket a szlovákokat, hogyha a végén, amikor Telekit kinevezi miniszterelnöknek, még nem fejeződött be a tárgyalás, még vissza volt egy kis szakasz, amit le kellett mondani, és a szlovákok könyörögtek, hogy a gróf maradjon meg, mert ők a gróf szavába megbíznak, a gróf elismerik, és a gróf mindenben tulajdonképpen emberséges volt, és hát nagyon kifejezték a hálájukat nekik, és rettenetesen megvoltak illetődve attól, hogy most a miniszterelnök lesz, és nem tudják bele befejezni a munkát. Szóval nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy ezt a mai szlovák nacionalistáknak érdemes lenne egy kicsit leckeként is elmondani. Kérem szépen, a könyv vége egy levél. Tulajdonképpen a könyvnek célja is volt az, hogy ösztönözzük a mai magyar vezetőket arra, hogy ezt a emberi nagyságot, ezt a emberi példát, a tudós államférfinak a örökségét igyekezzenek ébren tartani a kormányzatba is, tudományba is. Sajnos sem a Tudományos Akadémia, sem a magyar kormány nem méltó jelenleg Telekihez. Nem teszi meg azt, amit az ő emléke és örökség ápolása érdekében tennie kellene. És hát a fővárosi önkormányzattól én elvártam volna azt, hogy a szörnyű, hogy mondjam, megpróbáltatások közepette kitagadott, mert minden határozat, minden közgyűlési határozat, minden, hogy mondjam, törvényes lehetőség megvolt arra, hogy felállítsuk a Teleki szobrot, és az utolsó pillanatban a Demszkék mindent megligáltak, visszavontak. Sajnos nem állt még az ellenzése teljes egészében az ügy mellé, és emiatt kellett végül Balatonbokláron menedéket találni a Teleki szobornak. Őszinte elismerés a balatonbokláriaknak, ahol viszont az önkormányzat egy SZDSZ-es képviselő kivételével, aki tartózkodott, meg teljes számban megszavazta azt, hogy a Teleki szobor Balatonboglára kerül. És ez az utolsó levél, ez éppen arról szól, hogy tavaly egymás követelmű Csicseri Róna István, a Teleki Pál Emlékbizottság ügyvezető elnöke, Már Ferenc volt államfőnk, az Emlékbizottság fővédnöke, és igen tevékeny Török Bálint történész közírjó, akik Teleki Pál budavári szobrának felállításával fő támogatók és kezdemények voltak. Elhunyt a jeles lengyel támogató Andrzej Brzebozik, Radalkonyi elnöke és Danuta Jakobiedic is. Tehát az ő emléküknek is tartozunk az, hogy az Európai Unió magyar-lengyel elnöksége évébe fölállítsuk a lengyelek által megbecsült, hát a lengyelek ugye kitüntették, Magyar Baráti Társaságú Szövetsége pedig tiltakozó levelet is írta a Teleki szobor kálváriája miatt. De a Demszky Gábor vezette fővárosi közgyűlés által 2004. február 26-án kitagadott Nagy Magyar Államférfi szobrát Budaváron. Szülővárosa legutóbbi köztéri utcai átnevezésekor Teleki Pál nevét kifelejtették, sőt az USA egyik elnöke is előbb kapott itt szobrot, mint a 20. század Nagy Magyar Államférfi. Úgy véljük, hogy ezért igen méltó lenne a hiánypótláshoz, ezért fordulom kérdésünkre ismét önhöz. Na most hát ez is, most már mondhatom azt, hogy lassan másfél éve, hogy ez a levél elment, 2011. augusztusában ment el a levél. Volt is valami mozgás, hogy talán majd lesz valami, de azóta nem történt semmi. Úgyhogy én tisztelettel és hogy mondjam, várakozással szeretném a Teleki Pál emlékéremmel kitüntetettek kell újra szervezni a Teleki Pál emlékbizottságot és egy új menetet indítani Teleki Pál budavári szobra felállítása érdekében. Nagyon sajnálom, hogy a polgármester úr nem tudott eljönni, megígérte, hogy eljön, mert szerettem volna ő előkerülni, ugyanis nem volt, ő nem volt ellenséges a szoborállításnál, őt megerőszakolták a Demszkijék, tehát itt erről volt, hogy a Demszky féle városvezetés megerőszakolta, de furcsa módon Teleki Pállal kapcsolatban ma sincs, hogy mondjam,
tisztázott viszony a kormányzat és a fővárosi főpolgármester körül, és én ezt messze menően sérelmezem, hiszen Teleki Pál lehetne az a méltó erő, akire büszkén figyelhetnek, és ennek a példáját követni kellene. Köszönöm szépen, én ennyit gondoltam el. Köszönjük szépen, igazán, igazán nagyon gazdag és tartalmas este volt, vagy műsor volt. A könyvek itt kaphatók szokás szerint a pénztárban. Most következne egy kedves és kellemes része az estnek, a kocintás, a lazább együttmaradás, finom pogácsa mellett, és mielőtt ezt megtesszük. Szózatot, mert azzal zárjuk, igen. Annak rendje módja szerint, ahogy a igen. Magyar Örökség díjjal is szoktuk. De előtte engedjék meg a kedves szereplők és résztvevők, hogy egy kis emlékkel, egy kis ajándékkal én megajándékozzam önöket. Nevezetesen ez egy nagyon szerencsés alkalom, amikor a számomra egyik legkedvesebb könyvvel, aminek tervezője ugyancsak Nagy András. Hol vagy, András? Ott van, igen. És az elmúlt húsvét és a feltámadás reményében egy nagyon-nagyon aktuális írással, Karinthy Frigyes Barabás című írásával szeretném megajándékozni önöket, benneteket, és mellette a Teleki Pál gondolatait tartalmazó kis breviáriummal. Különösképpen is nem csak az András miatt választottam ezt az írást, hanem azért, mert azt gondolom, hogy pontosan ma, amikor annyi gondolat és szó esett arról, hogy a döntéseink fontossága, a választásaink fontossága, az milyen horderejű dolog az ember életében, és hogy meg tudja változtatni egyik pillanatról másikra az ember helyzetét és életét, és viszonyát az élethez. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ehhez a mai este szellemiségéhez nagyon is jól illik ez a Barabás című írás, és okuljunk mindnyájan belőle. Mivé lesz a világ hit nélkül, és mivé lesz a világ a rossz döntések által. Úgyhogy nagy szeretettel akkor sorba átadom ezt a kis csomagot. Fogadják szeretettel. És forgassák és olvassák. Tasikán parancsoljuk. Zoltán kedves, fogadja szeretettel. István. Köszönöm szépen. Na most elment a tünde. Elment? Te jó ég. Mert ez a Gábor élet volna, és ez pedig a Hámori professzor úré, ezt ki fogja átadni nekik. Majd én átadom. Jó, te úgyis hamarabb találkozol velük. Én olyan kedves ezt add át. Ez pedig a Nagy András. Nagy Andrásé. Ha netán már nem lenne otthon egy példány, akkor fogad szeretettel, és nagyon köszönöm neked még egyszer ezt a szívkönyvet. Zsuzsa, ez a bedőgyűjtő. Vagy pedig úgy van, jó. Kérem szépen, akkor az emlékező est bezárásaként énekeljük el a szót. Hozzanna lendületlenül, légy híve, ó Magyar, bölcsöd az
szépen! Nagyon kérem, hogy nehogy elmenjenek, mert... Thank you.